A Földfigyelő Intézet a világ legfontosabb élőlényeinek nyilvánította őket, akiknek élőhelye egyre csak fogyatkozik. A beporzó rovarok már a kihalás szélére sodródtak. A méhek védelmében indult el Miskolcon egy új kezdeményezés. Szirmán jelölték ki a város első mélylegelőjét, amely a veszélyeztetett élőlényeknek biztosít természetes életteret. Ez a terület alkalmas arra, amit főkertész asszonnyal megálmodtunk a Miskolcia körömére. Hatalmas zöld terület, burjánzó fű, fák és különféle látszárú növények. Ennél több nem is kell a szorgos méhek számára. Tábla is jelzi, hogy innentől a beporzó rovaroké a terep. Miskolc első méh legelőjét Szirmán hozták létre. Az ő munkájuk az egész emberiség számára olyan mértékkel bír, amit, hogyha nem tudnak végezni, vagy nem lesz már elegendő mi, aki ezt elvégzi, a teljes ökoszisztéma felborulását jelentheti. Velünk a város frakciónak fontos a környezetvédelem, fontos az ökoszisztéma megőrzése, és épp ezért a méhek védelme is. A szirmai területre új növények telepítését is tervezik a jövőben, amelyek a méhek számára beporzásra lesznek alkalmasak. Európában is elindult egy trend ezzel kapcsolatban, hogy az ökológiai gondolkodás egyre inkább előtérbe kerül. A kezdeményezés úgy általában a városi élet jobb átételéhez is hozzájárul, Miskolc főkertésze szerint, aki hangsúlyozta, a méhek eltűnése az egész ökoszisztéma felborulását is jelenteni. A városban bizonyos területeken, amelyek erre alkalmasak, nagyobb egybefüggő területeken kijelölünk olyan helyszíneket, amelyeket mélylegelőként igyekszünk fenntartani, itt biztosítva azt, hogy a méhek számára fontos virágport, pollent be tudják gyűjteni, itt felvirágozni, virágozni hagyunk olyan növényfajokat, amelyekről a méhek gyűjtögetni képesek. Ezeket a területeket keressük és jelöljük ki. Ezekkel a táblákkal tehát Miskolc több pontján lehet majd találkozni a jövőben. Méh legelő kijelölését tervezik többek között az Avastetőn, Komlóstetőn és Diósgyőr környékén is, ahol a méhek szabadon munkálkodhatnak majd.